A gyerekek közel 70%-a minden nap használ okostelefont vagy tabletet egy kutatás szerint, ám egyre több felmérés mutat rá, hogy az ilyen eszközök használata negatívan hat az agyfejlődésükre. A szülők pedig tehetetlenek és támpontok után tapogatóznak, mit és mennyi telefon vagy videójáték használatot engedjenek, olvasható internetes fórumokon. Többek között ilyen problémákkal érkeznek a szülők iskolája elnevezési előadássorozatra az érdeklődők, amit egy tanítóként és pedagógus továbbképzőként tevékenykedő szakember tart. Az az érdekes, hogy ha nézzük a statisztikákat, akkor a szülők az, aki több időt töltenek a mobillal, mint a gyerek. Ugye a szülő adja a példát, és lehet, hogy ő panaszkodik arról, hogy milyen sokat vagy játszik a telefonjával a gyerek, akkor a szülő szálljon magába, ő hogy csinálja? Hogy étkezés közben ő is felveszi a telefonját? Hát ha ilyen példát ad, akkor mit vár el a gyerekétől? A 20 éve Magyarországon élő szakember gyakran tapasztalja a munkája során, hogy a szülők szerint kizárólag az iskola felelőssége a gyerek megnevelése, nem a családé. Már hallottam olyat is, hogy a szülőnek az lenne az álma, hogy hétfő reggel beadja a gyerekét az iskolába, péntek este megy érte, és a hétvégén csak játszani kellene vele. Tehát kiszervezi a nevelést a családból, viszont a nevelés az elsősorban a családban történik meg. Ezért is kezdtük el ezt a szülők iskoláját, hogy a szülő is tanulja meg, hogy hogyan érdemes a gyerekkel foglalkozni. A szülők iskolája előadásai megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen ideológiák mentén nőttek fel a különböző generációk, ez hogyan hat ki a viselkedésükre és kommunikációjukra. A szülők iskolájának következő előadása március 7-én lesz, ahol a jellem formálását veszik górcső alá.